nagyon-nagyon boldogító és meglepő, azért, mert én a közéletben nem fordulok elő. Tehát én azt mondom, hogy én élek egy barlangban, ez a tahitott falusi parasztházunk, aminek a valamikori istállójában van az én műtermem, és mindig ott megszövöm a gondolataimat, néha egy évig is tart. És tulajdonképpen csak kiállításokon fordulok elő. Az életemről egyébként nem nagyon sokat lehet tudni, meg olyan magamnak való, olyan magánzó vagyok. Avval együtt szeretem a közösséget, elő is fordult néhányszor az életembe, de most már elég öreg vagyok ahhoz, hogy úgy éljek, ahogy szeretek, és szeretek begubózva lenni. És ennek ellenére az, hogy engem azt mondhatnám, hogy spirituálisan ilyen módon megtaláltak, és egy ekkora elismerést, nem is tudom, hogy minek nevezze, kapjak, hát ez egyszerűen hihetetlen és nagyon boldogító. Képzőművészeti főiskolára felvételiztem még nagyon régen, kétszer nem vettek föl, akkor úgy éreztem, hogy az életemnek vége van, és amikor megismerkedtem Tarján Hédi Kárpit művésszel, aki a festményeim láttán azt mondta, hogy ő megtanít szőni, akkor egyenes vonalba is azonnal halálosan beleszerettem a Kárpit művészet műfajába. Kiderült, hogy amit régen hittem, hogy csak a monumentális Kárpit számít egyáltalán a földön, kiderült, hogy bármekkora az a kép, ha szól valamiről és szól valakihez, mert ez nagyon fontos, akkor ezzel a furcsa középkor óta változatlan műfajjal is meg lehet csinálni. Jön egy gondolat, egy felháborodás, egy túl nagy boldogság, egy nagyon nagy igazságtalanság. És akkor az elindít bennem egy gondolatsort, és a gondolatsor végén elég fura helyeken egyébként, egyszer csak bevillannak részletek. Az ilyen ihlető hely lehet az aluljáró Budapesten, lehet a biokertem kapálás közben, és egész fura helyek lehetnek. És amikor a belső látásommal látom a képet, akkor egy képeslap méretű kis papírra lerajzolom ceruzával. És tulajdonképpen erről szövök.